Jó napot kívánok! Ma derítsük ki, hogy hogyan lehet a Firefox-nak az új lap oldalára, amit úgy hívnak, hogy új lap oldal, felvenni újabb lapokat. Az új lap oldalt, azt ezzel a plusz jellel vagy a Ctrl T billentyűvel lehet kinyitni. Ez az új lap oldal. Itt ki is írja, hogy az új lap oldalt el lehet rejteni, megmutatni. Hát van, aki így kedveli, hogy így nyílik ki egy új lap, tehát mikor kinyit egy új lapot, ugye akkor most nem látni. De hogyha bekapcsolom, akkor mikor kinyitok egy új lapot, akkor rögtön ez jelenik meg. Hát itt van már néhány, amit lehet, hogy nem kedvel az ember. Ilyenkor a könyvjelzőket így ki kell nyitni. Itt minden könyvjelző, mondjuk a nem rendezett könyvjelzőimet, és akkor tegyük föl, ezt az oldalt szeretném valahol, akkor ezt megfogom, és ide a megfelelő helyre mondjuk ide bedobom. És akkor ugyan még itt előnézeti képe nincsen, de már a címéből lehet látni, hogy ez itt van. És akkor tegyük fel, itt van egy másik fontos, amit ide szeretnék rakni, akkor ezt ide dobom. És így az összeset el lehet helyezni a megfelelő helyre. Egy ugye mindig kicsúszik itt alul, amikor bedob az ember egy újat. És akkor azon felül, hogy ezek ide vannak, ugye amit ide raktunk, azt lehet látni, hogy itt már ezzel a kis rajszöggel oda is van tűzve, de amiket még nem raktunk oda valahova, azokat oda lehet tűzni, illetve amit átrakunk, az rögtön oda tűződik, tehát ez most nincs oda tűzve, átrakom ide, itt meg oda lesz már tűzve. Tehát amit oda tűzök, az ugye nem fog kiesni a következő könyvjelző felvételnél. Megint nézzünk egy könyvjelzőt. Itt lehet látni, hogy mindig az tűnik el, amelyik nem az utolsó tűnik el, hanem az, amelyik nincs oda tűzve. Illetve, ha valamelyik nem szimpatikus, mondjuk ez, akkor itt az eltávolítással ezzel a kis X-el ki lehet innen törölni. És itt még vissza is lehet vonni, aztán megint kitörölni, és megint visszavonni, stb. Hát így működik az új lap oldala a Mozilla Firefoxnak. Minden jót kívánok!